Cicás kávézóba vagyunk Pécsen. 2019. február végén nyitottam meg a kávézót. Amúgy ez az egész cicás őrület, ez a 90-es évek végén Japánból indult el. Én a 2010-akárhányos évek közepén találkoztam vele először Pesten, és nagyon megtetszett maga az egész ötlet, és úgy gondoltam, hogy akkor Pécsre is egy ilyen kis hangulatos kávézót kéne hozni. Falusi lány vagyok, tehát nekünk mindig voltak otthon cicáink, kutyáink. Nekem ez így egy nagy szerelem, és nagyon szeretem a kávét, nagyon szeretem készíteni, és így a kettő együtt ez egy álom. Hát az elején egyébként három cicával indultunk, a Zeusszal, a Leonardóval és az Edisonnal. A Zeus és a Leonardo Maine Coonok, és az Edison pedig egy brit rövidszőrű. Aztán csatlakozott hozzánk a Püsi. Ő egy perzsa cica, majd jött a Brian, aki szintén egy Maine Coon. Van egy oldalas háziredünk, ez minden asztalon ki van helyezve. Le van írva, hogy a cicákkal hogy kell bánni, illetve szigorúan nem szabad őket etetni. Tehát volt, aki megpróbálta a tejszínhabot. Ugye, hát ez nyilván a cicáknak káros, úgyhogy ez semmiféleképpen nem. Illetve, amit még nagyon sokan el szoktak követni hibát, hogy jaj, cica, de jó, fölvesszük. Aha, de a cicáink nem szeretik, úgyhogy nem is szoktam engedni, meg aki felveszi, az hamar megtanulja, hogy ezt nem szabad, mert nagyon csúnya karmolásokkal végződhet ez a felvétel, úgyhogy így nézni és simogatni nagyon jó őket, de felvenni nem. Rendszerint célirányosan jönnek, tehát tudják, hogy vannak itt cicák, viszont arra senki nem számít, hogy mekkorák is ezek a cicák, úgyhogy inkább ez szokott meglepő lenni számukra. Minden napra jut abból, hogy el akarják vinni a cicáinkat. Egyszer volt egy külföldi srác, aki hozta magával a macskáját. De ugye az itt élő cicák miatt mi nem fogadunk külsős cicákat, úgyhogy ez így. Nyilván nekem is ugyanúgy minden vendéglátóhelynek, a HNTS, NABIC, különböző az önkormányzatok, hivatalokhoz el kellett menni. Hát nem volt könnyű. Volt, aki azt mondta a hivatalban, hogy hát ezt így inkább engedjük el, de én annyira akartam, és annyira elhivatott voltam ezzel kapcsolatban, hogy nem adtam fel, úgyhogy sikerült. Kereskedelmi iskolát végeztem, kereskedelmi és logisztikai ügyintéző, de van targoncás papírom is, úgyhogy én inkább a kereskedelmi vonalon indultam el. Érdekes módon a húgom vendéglátózott, és én mindig azt mondtam, fú, hát én soha nem fog vendéglátózni, aztán itt kötöttem ki. A cicák itt vannak, hétfőtől szombatig általában, vasárnap is többször vannak itt. De van olyan, hogyha nem tudunk bejönni hozzájuk etetni, akkor hazaviszem őket, úgyhogy otthon vannak. És jól érzik magukat a cicák a kávézóban? Nagyon, igen. Az Zeus, a legnagyobb cicánk, ő imád itt lenni. Múltkor volt olyan, hogy 3 napig nem voltunk itt, hazavittem őket, 2 napig hozzá nem lehetett érni a macskához, de még ránézni sem, mert annyira meg volt sértődve, hogy ő innen el lett víve, úgyhogy igen.